Köszöntöm a Szolgáltatók magazinjának nézőit innen a felújítás alatt álló Erkel Ferenc utcából. Az aszfaltburkolat megérett a rekonstrukcióra, így néhány hétig fennakadásokra kell számítani a forgalomban. A közelmúltban viszont átadták a Csók István utcát, amely a lakók hozzájárulásából épülhetett meg. Nagyon örülünk neki, hogy elkészült, és most már szép, nem kell sárba menni. Köszönjük. A Csók István utca elején tartották az ünnepélyes átadót, ahol Iváncsics János alpolgármester köszöntő beszédében elmondta, kényelmesebben közlekedhetnek az itt élők. Én szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, és akik a szervezésben, magának a utalapos pályázat szervezésében részt vettek az utca részéről, hiszen anélkül ez nem valósulhatott volna meg semmiképpen sem. A kivitelezés némileg lassította, hogy módosítani kellett a terveken, és így az építési engedélyen. Nagyon örülök a mai napnak, ez ünnep, nem csak a város életében, hanem az egyes választókörzet életében is, hiszen átadtunk egy gyönyörű, szépen megépített új utat. Szeretnék köszönetet mondani a kivitelezőknek a szép munkáért, és szeretném megköszönni az itt lakóknak a türelmét, kitartását, amíg az építkezés folyt, bizony elég nehézkes volt bejutni. A beruházás 28 millió forintba került. Utalapos pályázat révén az itt élők is hozzájárultak a szilárd burkolat elkészítéséhez. A 300 méter hosszú utca két oldalán szegélyt építettek, valamint megoldották a csapadék zárt elvezetését is. Néhány lakó igénybe vette azon szolgáltatását a városüzemeltetőnek, hogy kocsibejárót megrendelt tőlünk, és ezen kereten felül saját erőből a kocsibejáróját azt gondolta, hogy megépítesse velünk. Én azt gondolom, hogy nyilván nem mindenki kérte ezt tőlünk, aki ezt kérte, azoknak a lakóknak ezt elvégeztük. Én azt gondolom, hogy az út használata, az mind, ahogy az előzőekben is elmondtam, a lakosságnak jó egészséget kívánok, és minél tovább, minél hosszabb ideig tudják az utat rendeltetésszerűen használni. Az autóbejárók tehát nem tartoznak hozzá az építkezéshez. A lakók ezt külön rendelhetik meg a kivitelezőtől. A teljes altalajt ki kellett cserélni, az utca pedig két réteg aszfaltot kapott. A választókerület képviselőjének hathatós munkájának köszönhetően került át a tartalékhelyről a megépítendő utak listájára a Csók István utca. Mikor bekerültek a pályázatok, a Csók István utca egy olyan pályázat volt, aki viszonylag kevesebbet ajánlott fel, mint a többiek, tehát ő Pót utcának került be. Most egyik utca kilépésével sikerült a Csók István utcának is bejutni, és én nagyon örültem neki, nagyon támogattam, hogy sikerüljön, és végül is sikerült. Még ebben a hónapban további megújult utcákat adnak át a városlakóknak. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Ősszel is elvégzi a virágosítási munkálatokat. Természetesen ilyenkor olyan növényeket ültetnek el, amelyek tűrik a hidegebb időjárást is. Nagy gondot okoz viszont a rongálás. A hideg idő beköszöntével az egynyári virágok ideje lejárt, így a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Megkezdte Moson-Magyaróvár őszi virágosítását. Pótlásokra több mint 8000 ármáskapalántát ültettünk ki, és a hónapi nap folyamán még további 5000 hagyma, tulipánhagymát fogunk kiültetni. A növények nem csak ősszel gyönyörködtetik a lakókat, hiszen az újonnan elültetett virágok a közelgő hideget is kibírják. Ugye hideg időt az egynyári virágok abszolút nem bírják, tehát ide ilyenkor olyan virágot kell kiültetni, ami a hideg, zord időjárást is átvészeli, és így tavasszal ismét szép pompába fog a város virágba borulni. Sőt, az üzemeltető nem csak virágokkal díszíti városunkat, pár héten belül ugyanis új fákat ültetnek. Október utolsó hetében több mint 400 facsemetek, illetve tuja fog kiültetésre kerülni a városba. Ez szinte majdnem minden utcát fog érinteni kisebb-nagyobb mértékben. Vannak olyan utcák, amelyekben több mint 60 facsemete fog kikerülni, de ilyen egy, illetve két facsemeték is így pótlásra kerülnek. Vannak azonban, akik nem becsülik meg a növényeket, és inkább eltulajdonítják, vagy megrongálják a kihelyezett virágokat. Sajnos ez már korábban is előfordult, tette hozzá a parkfenntartási csoport vezetője. Az egynyári virágoknál nagyon sok volt a rongálás, illetve a kőedényekbe kiültetett növényekbe szintén nagyon sok rongálás volt a nyár folyamán.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a városunk környezetét óvják, így virágokat, növényeket ne rongálják meg, óvjuk őket, hogy minél szebb legyen a városkép. Újabb állomásához érkezett a Szigetközi friss víz. Eddig egy külsős cég végezte a palackmosást, most viszont a Barátság utcában alakította ki az Akvaszolgáltató Kft. Az üzemét. A munkafolyamatok szervezésénél figyelembe veszik, hogy lakókörnyezetben végzik munkájukat. Ilyen formában kerülnek be, ilyen formában pedig ki az üvegek a palackmosó üzemből. Az Akvaszolgáltató Kft. 2,5 évvel ezelőtt indította el a visszaváltható üvegrendszerét. Az első része az volt, hogy a palackot felépítettük. A kézi félautomata palackozót, azóta már továbbfejlesztettük, teljesen automata rendszerről beszélünk, jóval nagyobb kapacitással, a piaci igényeknek megfelelően. De a következő lépés az volt, hogy az üveg visszaváltása természetesen mi legyen. Eddig jó néhány céghez el kellett vinnünk a visszaváltott üveget lemosatni. Nyilván ennél egy olcsóbb megoldást kerestünk, és fel kellett építeni ezért egy helyi palackmosó rendszert, amivel meg fogjuk tudni ezt oldani. A folyamat vége pedig a palackmosó üzem, amely gazdaságosabb az eddigi megoldásoknál. Használt gépekkel dolgozik, a higiéniát maximálisan betartva. Az üzem óránként körülbelül 1200 üveg lemosására alkalmas. Ezt a mennyiséget a piaci igényeknek megfelelően alakítják a jövőben, hangsúlyozta az ügyvezető. Maga a rendszernek a lényege, hogy olyan helyre került be, ahol a munkaerő viszonylag közel van, hiszen itt van Mosonmagyaróváron. Nincsen messze a Fekete-erdei vízbázistól, nyilván ott nem lehet mosni a közvetvédelmi és Natura 2000-es terület miatt, különböző előjárások miatt. Tehát egy olyan helyre kellett berakni, ami a tulajdonunkban van, és a másik oldalon pedig biztonságot tud adni. Megvannak a közműcsatlakozások, víz, szennyvíz. Itt ez minden adottság volt, ennek meg felraktuk ide. Ez a helyszín azonban ideiglenes. Az ide érkezett palackok bekerülnek egy gépbe, amely megtisztítja azokat. A fertőtlenítés után pedig teljesen hermetikusan becsomagolja, és így lefóliázva kerülnek vissza a Fekete-erdei vízbázisra. Egy teljesen zárt, hermetikus rendszerről beszélünk, ami azt gondolom, hogy mindenkünk számára később évben pozitív dolgokat hozhat, hiszen ez a palackozás és a Szigetközi friss víz sikertér, az a város sikere, az a környező települések sikere. De felhívni a figyelmet, hogy mindig viszi is a jó hírét a Szigetköznek, egy fontos elemnek, hogy többen jöjjenek ide, hogy lássák azt a csodát, amit mi mindig megnézhetünk. A térségi vízi közműszolgáltató azt is figyelembe vette, hogy a telephely körül sokan laknak, így a gépek kizárólag nappal dolgoznak, és a lehető legkisebb zajjal. Ezt az üzem fedettsége is biztosítja. Erre továbbiakban is figyelni fogunk. Ha ezzel kapcsolatban bármiféle panaszon, akkor azt természetesen részünkre jelezzék, de az elmúlt időszakban már működik, és nem volt ilyen jellegű panasz. Megpróbálunk a környezetben illeszkedően dolgozni, napközben dolgozunk, és nem. És mondom, nem egy végleges, hanem egy ideiglenes megoldást kerestünk. Befejeződött a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás projektje, átadták János Somorján a két üzemcsarnokot. A válogatásnak és a feldolgozásnak köszönhetően kevesebb szemét kerül a szomszédos depóniába. Közel 4 milliárd forintos fejlesztés, amelyet a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vitt véghez az elmúlt időszakban. Átadták a regionális hulladékkezelő központ új részeit János Somorján. Egyik olyan zárórendezvényen vagyunk, egy olyan hulladékos beruházás zárórendezvényen vagyunk, ahol ami több mint 70 települést érint. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen példaértékű ez, mind Magyarországon, mind az Európai Bizottságon belül, illetve a támogatás politikában, mert tudjuk, hogy mekkora probléma és milyen nehézség összefogni akár már 3 vagy 4 önkormányzatot. A társulás által megvásárolt 5 hektáros területen 2 nagy csarnok épült. Egyik egy a szelektív gyűjtésnek a válogató csarnoka, ami azt jelenti, hogy összeszelektíven gyűjtött hulladék bekerül egy válogatóba, ahol további válogatáson átesve, bálázva, előkészítve az eladásra kerül ki. A másik oldal pedig a hagyományos gyűjtés összes szürkekukás hulladéka fölkerül egy válogatóműbe, ahol mindenféle rosták, meg törők, meg szeparátorok, meg külön válogatják az éghető és a nem éghető frakciókat. A tervek szerint a gépsor ebből olyan anyagot gyárt, amelyet pénzért lehet majd értékesíteni. Ami ezután is megmarad, az a hulladékdombra kerül. A legnagyobb feladat azonban még hátra van, maga az üzemeltetés. Úgy gondoltuk első körben, legalábbis így indult a pályázatunk, hogy nem mi fogjuk üzemeltetni, nem a társulás fogja üzemeltetni ezt a rendszert, hanem a meglevő üzemeltető, közszolgáltató, akit kiválasztottunk.
ő fogja ezt üzemeltetésre átvenni. Most nem azt, hogy átvette, hanem nekünk kell megvenni a közszolgáltató céget a törvényi változások okán, ezt már többször elmondtam. Hát az önkormányzatok visszaveszik ezt a feladatot gyakorlatilag saját kezükbe, és a szállításnak, a gyűjtésnek, a szállításnak és az ártalmatlanításnak a teljes vertikumát ők fogják működtetni egy a társuláson keresztül tulajdonolt cégben. Az érintett településeknek a hulladékkezelő hosszú távon egy biztonságos közszolgáltatást jelent. Azért azt látni kell, hogy nálunk legalább ilyen szinten erről nem beszélünk. Azokról a nehézségekről beszélünk, hogy a meglévő hagyományos gyűjtés mellé hogyan tudjuk beilleszteni ezt az új rendszert, ami egy komfortosabb, egy házhoz menő zöld hulladék, egy házhoz menő szelektív gyűjtés, egy környezettudatos válogatómű működtetését jelenti. Na most ennek a beillesztése a rendszerbe az, ami nehézséget okoz jelen pillanatban, több szempontból is, egyrészt anyagilag teszem hozzá, tehát itt milliárdos eszközöket kéne beüzemelni, úgyhogy erre most jelen pillanatban az anyagi fedezet csökkentett mértékben áll rendelkezésre. Valamint még folyik az engedélyeztetési eljárás, de ahogy megérkeznek a környezetvédelmi papírok, azonnal megkezdi működését az új csarnok. Hát másrészt pedig ugye most engedélyeztetési eljárások akadályoznak bizonyos folyamatokat, tehát az, hogy itt dübörögjenek a gépek, az, hogy a hulladékudvarok megnyithassanak, arra környezetvédelmi engedélyekre várunk. Nyilván ez a lakosság részéről csak magyarázat, vagy a részére csak magyarázat, de mégis tényszerűen így működik. A projekt részeként városunkban is bevezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Televíziónk Hírháttér című műsorának vendége volt Árvai István, a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke. Környék legnagyobb uniós projektje ez, amit a társulás bonyolít. Ez az utolsó része, ami a szelektív hulladékgyűjtés komplex rendszerének a megvalósítása, ez 3,6 milliárd, ezt már többször elmondtuk, de korábban egy 3 milliárdos pályázatot már lebonyolítottunk, tehát összességében nincs ekkora, tehát megérdemli a figyelmet. Amellett, hogy mondani szokták, a helyzet fokozódott a hulladék gazdálkodás területén, amióta új törvényünk van, és a hulladék gazdálkodás összes terhével az önkormányzatokra esett vissza. Röviden én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy rezsicsökkentett áron kéne magasabb szintű szolgáltatást nyújtanunk, tehát egy varázslással állunk most szembe. Ennek próbálunk megfelelni, és ennek része az, amiről az előbb szó esett, hogy október 10-én záró rendezvénye lesz a beruházási projektünknek, mégpedig János Somorján az ott elkészült kezelőműbe, válogató csarnokba, ami ennek a projektnek a legnagyobb és leglátványosabb eleme. Ugye ezzel nem találkoznak az igénybevevők, ugye itt más elemek jelennek meg, edényzetek, hulladékudvarok, gyűjtőszigetek, de a legnagyobb eleme ennek a válogató mű, ami gyakorlatilag arra szolgál, hogy a 100 000 ember összes kommunális hulladékát felküldjük egy válogató műre, azt, amit előtte nem gyűjtöttünk be szelektíven, és ott még az úgynevezett éghető frakciót, amit reményeink szerint értékesíteni fogunk tudni, külön válogassuk a hulladék egyéb más frakcióitól, amit aztán a lerakóra, tehát végső soron helyezünk. Ez törvényi kötelezettsége minden szolgáltatónak, hogy válogatás nélkül lerakóra nem lehet a jövőben hulladékot küldeni. Ennek a mi projektünknek hála a térség szolgáltatója meg tud felelni. De ahogy azt korábban mondtuk, ugye ez egy bizonyos áremelkedést indukált volna, egy 3,5 milliárdos eszközállomány kerül be egy új szolgáltatási szint, kerül be a szolgáltatási körbe. De hát ahelyett, hogy árat tudtunk volna emelni ilyen indokkal, még egy árbefagyasztással és egy rezsicsökkentéssel kellett kalkulálnunk, tehát most jelen pillanatban egy olyan áron dolgozunk, ami nem nyújt fedezetet a tevékenységre. Reményeink szerint januártól egy árkompenzációt fogunk kapni az államtól, tehát a lakók ugyanúgy fizetik a rezsicsökkentett árat, de az állam kikompenzálja ezt a hiányt. Tehát most ebben a szorításban vergődik a hulladék gazdálkodás, meg a projekt maga is, bár a projekt még egyszer mondom befejezéséhez közeledik. De nem fogja zavarni a projektet, a projektben lévő vállalásokat. Nagy munkával, de a társulás próbálja hát úgy... Hát zavarja, tehát azt nem mondom, hogy de nem kell zavarja, nem kell visszafizetni. De azért nyilván az egészet okosan kell csinálni, tehát nehogy ehhez visszafizetési kötelezettség járuljon, mert akkor,
akkor igen nagy bajba kerülnénk. Tehát működtetni kell a projektet, az Unió olyan projektekre ad pénzt, adott pénzt, ami önfenntartó, kitermeli a saját fenntartást. Ez most remélem nem hallgatják illetékeseken, ez most így ezen az áron nem olyan. De ettől függetlenül meg fogunk jelenni, tehát az utolsó közbeszerzésünket is eredményesnek tudtuk nyilvánítani, jönnek a járművek és a rakodógépek. Amint a szelektív járművek megjelennek, ez egy-két hónapon belül leszállításra kerülnek, akkor megjelenik a házhoz menő szelektív gyűjtés. Ez lesz a következő olyan nagy fázis, amikor azokat az ominózus kék hulladékgyűjtő edényeket el tudjuk juttatni a lakosság részére, vagy legalábbis a lakosság egy részére, mert nincs minden háztartáshoz még edényzetünk. És akkor gyakorlatilag a zöld hulladékgyűjtésnek, a szelektív házhoz menő gyűjtésnek és a hagyományos kommunális gyűjtésnek ezt a hármas rendszerét fogjuk üzemeltetni. Vannak benne apróbb, nagyobb hiányosságok és lyukak. Nem tudtuk még a hulladékudvarainkat megnyitni, mert engedélyre várunk. Egyébként a János Somoré kezelőmű is a próbaüzemi engedélyre vár. Tehát vannak benne ilyen időbeli csúszásaink. A hulladékudvarokon már most látszik, hogy nem fogjuk tudni befogadni azt a nagy mennyiségű zöld hulladékot, ami időről időre, vagy időszakonként képződik akár a háztartások körül, akár a kiskertekbe, akár a közterületeken. Nem tudjuk befogadni azt az inert hulladékot, amire a jogosítványunk nem szól egyébként, úgyhogy erre még külön megoldásokat kell keresnünk. Rajta vagyunk az ügyön, hogy ezt a korábban megszokott kényelmi szolgáltatásokat, magyarán, hogy ezeket ne kelljen János Somorjára elszállítani és ott pénzért leadni. Ezt mondjuk a mosonmagyaróváriak vagy a nagyobb településen élők egy-egy gyűjtőponton is megtehessék. Úgyhogy számtalan a feladat. Mellette ugye meg kellett szereznünk a közszolgáltató cég tulajdonjogát. Jelen pillanatban 52%-os tulajdonosai vagyunk a közszolgáltató cégnek, mármint a társulás, és pillanatokon belül 100%-os tulajdonosává válunk. Tehát az egész komplex rendszernek a terhe most a önkormányzatokon nyugszik. Mosonmagyaróvár élhető város részben az is mutatja, hogy rengeteg a zöld felülete, de elnök úr az imént említette, hogy eznek fenntartása, illetve hát a fenntartásból származó nyesedék, zöld hulladék, ez némileg problémát okoz a háztartásokban. Most jön a lombhullás. Ugye vannak a klasszikus barna kukák, amelyekkel már lehet találkozni. Oda kell arra is figyelni, tehát, hogy itt is, mert ez már a szelektív gyűjtésnek az egyik pontja, úgy jól tudom. Így van, sokan szólítanak meg ebbe a témába, hogy tisztán kell látni, hogy minden problémát nyilván egy csapásra nem lehet megoldani. Tehát a gyűjtésnek az eddigi rendszere, amikor összeborogattak mindent és lerakták a lerakóra, ez most már nem működik. A szelektív gyűjtés a zöld hulladékok területén elképzeléseink szerint úgy valósul meg, hogy a szolgáltatás terület egészén, de most csak egy kezdetben csak egy részén kiosztásra kerülnek ezek az úgynevezett barna kukák, ami senki ne gondolja másként, ez egy 60 literes űrméret, ez pontosan arra szolgál, hogy a konyhába keletkező ilyen-olyan zöld dolgokat, ami krumplihétől kezdve, ezekbe szépen bele lehet tenni. Mindegyik mellé jár egy komposztáló edény, egy 350 vagy 400 literes komposztáló edény. Ez körülbelül egy kis kertnyi méretű fűnek a hatékony komposztálására szolgál. Meg kell tanulni persze komposztálni, és sokan mondták, hogy egy fűnyírással tele van. Megvan ennek a módja, hogy hogyan lehet ezt gyorsítani, stb. Tehát ebben egy kis kert, meg egy darab háztartásnak a zöld hulladékának az otthon történő kezelése megoldott, mondjuk ezzel a barna kukás komposztáló, aki ezt elvitte. Ugye azért sokan vannak, akik még mai napig csak vagy egyiket sem vitték el. Tehát ezzel mondjuk ez talán megoldott egy ilyen normál, városi méretű kiskertnél. Nyilván az előkerteknek a dolga, a közterületeken levő nagy mennyiségű, vagy éppen egy kertben egy őszi fa visszavágás, vagy egy tujasornak a kivágását, ez a dolog, ez nem oldja meg. De hozzáteszem, nem is tartozik a kommunális hulladéknak a körébe. Korábban se oldotta meg, tehát korábban se lehetett bele. Ezt nem tudták beledugdosni korábban sem egy zsákban. Erre az volt a metódus, Mosonmagyaróváron, de egyébként sehol máshol, pláne nem a mi szolgáltatási területünkön kívül, hogy ki lehetett szállítani például Mosonmagyaróváron a Barátság úton egy úgynevezett hulladékudvarba, és ott át lehetett adni éves egy köbméteres mennyiségig ingyenesen a szolgáltatónak. Az, hogy nem tartották be ezt az éves egy köbméteres mennyiséget, meg hogy mást is adtak át ilyen ürügyjel, mint ami
belekerült volna, ez nyilván szolgáltató felelőssége, de ez a dolog megszűnt. A Barátság úti egyébként a Rekultív maradó cégének, az Magyarország Kft-nek a tulajdonát képező telephelyen nincs átvétel. Jelen pillanatban engedéllyel nem rendelkezik. Az általunk épített hulladékudvar pedig nem olyan felületű, meg nem olyan edényzettel ellátott, hogy ezt be tudja fogadni. Tehát erre kell megoldást találni, de ezt már települési szintre lebontva. Tehát magyarán Moson-Magyaróvár önkormányzatának a következő évi költségvetésnél tárgyalnia kell azt, hogyha továbbra is biztosítani akarja a lakosság számára például ezt az egy köbméteres zöld hulladék ingyenes lerakási lehetőséget, akkor meg kell állapodnia a Rekultív Magyarország Kft-vel, aki nem a közszolgáltató, ne keverjük össze, majd ezt névleg is megpróbáljuk külön választani, hogy ne keveredjen. Tehát meg kell állapodni azzal a céggel, aki azt az átrakó állomást üzemelteti a jövőben, annak a cégnek pedig erre engedélyt kell szerezni. És akkor megnyílhat újra ez a lerakási lehetőség, ingyenesen vagy pénzért, ez az önkormányzat meg a szolgáltatónak a megállapodásán fog múlni. Azt biztosan tudom mondani, hogy ezen túlmenő egyéb hulladékok, amik lehetnek inert, tehát ilyen építési törmelékek, stb., ezeknek az átvételét ingyenesen biztosítani nem lehet. Esetleg annyit lehet erre mondani, hogy ha a Barátság úti újra megnyílna, akkor ezeknek az inert hulladékoknak is a lerakási pontja az lenne, természetesen pénzért. Tehát itt befejeződne az a kör, amikor a keletkezett hulladékoknak a megfelelő elhelyezéséről gondoskodni tudunk. Hogy az engedélyek megszerzésére mikor a várat, én bízom benne, hogy a hulladékudvarokat először a Moson-Magyaróvárit mi hamarabb meg tudjuk nyitni. Nekem az az információm, hogy napokon belül engedélyhez juthatunk. Elég sok mindennek kell megfelelni, nem mondom most ezt végig. Ha a Moson-Magyaróvárival kitapostuk az utat, akkor a másik 9-re is benyújtjuk az engedélykérelmet, és ott is megszerezzük. Ott 10 frakciónyi olyan hulladékot gyűjtünk, ami műszaki berendezések, fáradt olaj, itt egyéb más benne van a különféle nyilvánosságra hozott silabuszokba. Tehát azért azt gondolom, mindennek meg lehet majd találni helyét. Senki ne törekedjen most az erdő alá hirtelen, jó, hogy azt kérem a lakosságtól, hogy egy kis önuralmat, meg hát a környezetvédelmi vénánkat egy picit helyezzük, egy picit előtérbe. Azért, mert otthon most van 2 darab zsákunk, akik hirtelen nem tudunk hova tenni, ne az erdő alatt, meg a nem tudom én, hol találjuk meg. Az egész dugába dől az egész. Mert azért hadd lássuk be, hogy most valójában nem voltunk 100%-osan felkészülve arra, hogy egy ilyen módon kell átvennünk a szolgáltatás működtetésének az egészét. Ráadásul azért a jogszabályi változások meg ezt még sokkal keményebbé is tették, és akkor még mindig hozzáteszem, hogy egy rezsicsökkentett áron. Tehát varázslók nem vagyunk, de azon vagyunk, hogy a rendszer életképes és működőképes legyen. Azt azért elmondom, hogy az országban egyre több kiszolgálás nélküli terület keletkezik, tehát ahol nincs szolgáltató. Januártól meg egyre több lesz, ahol nem is lesz egyáltalán szolgáltató, aki el tudja végezni a feladatot, mert január 1-ig mindenkinek akkreditáltatni kell magát. Aki nem fogja tudni, az nem végezhet közszolgáltatást. Ha pedig nem tudjuk akkreditáltatni magunkat, mondjuk ez a mi esetünkben talán nem veszély, akkor a területen nem lesz szolgáltató. Tehát nem, hogy zöld hulladékot nem fognak elszállítani, hanem normálisan még a kommunális sem, mert azért az a megoldás, ami ennek alternatívája, hogy majd egy katasztrófa védelem keretén belül egy kirendelt, nem tudom én honnan, akvirált szolgáltatónak az eszközeivel szállítják, ezt gondolom azért belátható, hogy az nem ugyanaz a színvonal, mint amit jelen pillanatban. Mennyire jellemző ez egyébként, hogy itt, ami Moson-Magyaróvárra volt jellemző az országos szinten, hogy a zöld hulladékot elszállították, most el fogják szállítani. Ez a házhoz menő szelektív gyűjtés mennyire népszerű, mennyire elismert, mennyire használt Magyarországon? Hát gondolom, hogy a jogszabályi változás kapcsán elnök úrnak volt tapasztalat szerzése lehetősége, körbe telefonálta gondolom az ismerősebb városokat, vagy nézegetett egy szolgáltató révén, körbetekintve országos szinten mennyire állunk mi jó helyen, mennyire vagyunk mi. Így szolgáltató szempontjából nézzük meg először, aztán majd a lakossági tapasztalatokat is próbáljuk megnézni. Hát ugye az eddigi szolgáltatónk az egy magántulajdonú szolgáltató volt, aki a kommunális gyűjtést keverte a egyéb gyűjtési módokkal, tehát magyarán egybe összegyúrta az összes tevékenységet, ami a hulladék gazdálkodás egészét felölelte. Ilyen módon több lábon állt,
egyes üzletágak kisegítették a másikat anyagilag, pénzügyileg is. Ezért tehette meg azt, hogy jelen pillanatban azzal állunk szembe, hogy településenként eltérő szolgáltatási színvonallal és eltérő árral találkozunk. Tehát mit, hogyan sikerült kialkudnia az évtizedek során az egyes településeknél, az most bebetonozódott. Tehát magyarán két egymás melletti településen sem találunk hasonló dolgokat, vagy találtunk hasonló dolgokat. Ezért gondoltuk a rendszert úgy átalakítani, hogy egyező ár, egyező szolgáltatási színvonal. Ez azt jelentette, hogy aki magasabb szinten volt, az egy picit visszaáll, aki alacsonyabb, az meg följön, és akkor egy normál, átlagos szolgáltatási szinten vagyunk, amit folyamatosan fejlesztünk. Most ez nem jött egészen így össze ezzel a tulajdon átalakításos históriával, de jelen pillanatban ezt görgetjük magunk előtt. Tehát a szolgáltatás területünk 110 ezer ember, Csorna alatti kis telep, Beled környéki kis településektől föl a Felső-sziget közig. Csak hogy mondjak, a liter árunk az körülbelül a 4 forint 30 fillértől a 3 forint 20 fillérig terjedt. Tehát ez azért literenként nem egy nagy ár, vagy hogy mondjam, a különbség, de azért felszorozva a tonnákkal meg a köbméterekkel nagyon sok. Most ehhez képest az árhoz kellett ugye a rezsicsökkentést mindenhol bevezetni, de megmaradtak a különbségek. Szolgáltatási színvonalban is, meg árba is. Azt tudom mondani, hogy Moson-Magyaróvár és a Felső-sziget köz volt az, aki korábban elfogadta az akkori szolgáltatótól, hogy érdemes bevezetni azokat a célalapokat, ami a zöld hulladékgyűjtésre, szelektív gyűjtésre, szigetes gyűjtésre, egyéb más dolgokra vonatkozott. Tehát Moson-Magyaróvár például ezeket a célalapokat mindig beleépítettük az árba. Ezért jelentkeztek a gyűjtőszigetek, ezért jelentkezett a zsákos gyűjtés, de más településeken mondjuk a zsákos PET-palac gyűjtés, a harmadikon a tudom, micsoda. De ahogy megyünk lefele a szolgáltatás területen, ott nekem még csírája sincs meg. Milyenek az állampolgárok? Mennyire kezdik megszokni az ilyen kukákat? De én magam is mindenért türelmetlen vagyok, megmondom őszintén. Tehát én azt szeretném, hogy minden teljesen flottó. Minden egyes fűszál egy irányba állna, és amint lejtünk egy szemetet a közterületen, akkor ezt valaki fölveszi. Ha véletlenül lejtjük le azt a szemetet. Nem így van. Tehát a közterületeken nagyon szemetes sokszor a környezet. A közterületen keletkező zöld hulladékkal, egyéb más hulladékokkal nagyon nehezen tudunk mit kezdeni. És ennek az árát valakinek meg kell fizetni. Tehát olyan, hogy autót küldünk valahova, és az mindenféle tevékenységet végez, utána ezt kezeli valaki, ártalmat, hogy ez pénz, akár hogyan is nézzük, ez pénzbe kerül, ennek az árát így vagy úgy valakinek meg kell fizetnie. Azon vagyunk, hogy csak annyit fizessünk, amennyi ennek valóban az értéke. És nem akarok engedni a szolgáltatási színvonalból, mert ha például a Moson-Magyaróvárék vagy a Felső-sziget közék hozzászoktak az, hogy igenis ők szelektív gyűjtő szigeteken gyűjtenek, ők tőlük elszállítják a zöld hulladékot, vagy nekik volt olyan joguk, hogy főpakolhattak az utánfutóra és elvihették egy bizonyos pontra, ebben nem akarok engedni. De azért van egy észszerűségi szint, mert ha az önkormányzatokat verem ezzel adósságokba, akkor meg adók módjára fogják beszedni, tehát most azért ne közgazdaságilag ugye anyag megmaradás törvény azért érvényes. Rócsókra jár a nagytérségi hulladékgazdálkodás. Ma is van egy iskolában. Ma is van egy, igen. Úgyhogy a diákokkal ismertetik meg a szelektív hulladékgyűjtést, a hasznosítások, mindent. Milyen tapasztalatai vannak elnök úrnak? Mennyire fogékonyak a diákok? És nem csak a fogékonyság, hanem ugye azért gondolom az is látszik, hogy kinek természetes az, hogyha mondjuk egy sorverseny van, mit hova dobál, és ki az, aki nézegeti a PET palackot, hogy most hova kell dobálni. Milyen itt a térségben a tapasztalat? Hát most már tényleg szinte azt lehet mondani, hogy minden oktatási intézménybe vagy közelébe megjelentünk. Ezeket megmondom őszintén nagyon. Tehát azért már elmúlt az időszak, amikor hatalmi szóval lehetett kirendelni ilyen rendezvényekre akár a diákokat, akár a tanárokat. És olyan pezsgő, jó hangulatú kis rendezvények, amit először azt gondoltam volna, hogy ezt aki a fenét érdekel, őszintén szó ez. De nem, tehát tényleg. A gyerekeknek ezt nem kell magyarázni. Nem kell magyarázni, teljesen természetes nekik a dolog, keresik az útját, módját, hogy mit lehet még ezekkel a dolgokkal kezdeni. Emellett az előbb, hogy belekotyogtam, ma éppen a János Somorjai új komposztáló térre megy egy busznyi diák, a gimnáziumból indult, egy órától előadássorozat a komposztálás témájába. Tehát
őket érdekli. Na, tehát hogy mondjam, tehát nem csak a problémát látják benne, hogy most akkor igen, fizetnem kell érte, és nem jött időbe, és csöpög az autóból a büdös lé, mindenféle problémával küzdünk, hanem azt is látják belőle, hogy ez egy olyan anyag, amivel tovább lehet gondolkodni, és van benne érték. Hát ide szeretnék eljutni. Tehát oda szeretnék eljutni, hogy ez tényleg értékes dologgá tegyük. Előre haladott tárgyalásaink vannak annak érdekében, hogy amit gyűjtünk, amit szelektálunk, amit kiválogatunk, az ne a telep egyik sarkában most már összezsugorítva álljon, hanem az értékké új anyaggá alakuljon, mert végül is való ez a dolognak a lényege. A diákokkal és a tudat, a szemlélet formálásnak ezzel a részével szerintem semmilyen problémánk nincsen. Nagyon szépen szerepelt a cég, akit kiválasztottunk a közbeszerzésen, és ezeket a roadshow-kat flottul bonyolítja. Kedves nézőink, ez volt a Szolgáltatók magazinja. Írjanak nekünk az infókukat mosonmagyaróvártv.hu e-mail címre. Viszontlátásra!